Viki, első podcasted? Nem. Második. Várja, második? Szerintem kis megszeppenve ülsz. Igen, a második, de szeretek beszélni, majd előbb-utóbb beindul. Jó, hát mondjuk most lesz alkalmad rá, aztán majd kiderül, igen, hogy mi lesz a vége. Sziasztok, én Toma vagyok, ez pedig itt a Kocka Éter premillenáriumi különkiadása, melyben a Black Eater ébredés című novella pályázatát fogjuk kitárgyalni két beszélgető partneremmel. A két beszélgető partnerem most nem a két megszokott szakállas barátom, hanem a mindig csodálatos versmondó lány Sütő Fanni. Sziasztok! És a világ legvajszívűbb szerkesztője, aki egyébként fekete éterbe mártott áldozótőrrel nyesi a mondatokat, Nagy Viktória. Sziasztok! Szevasztok! Nos hát, Viki és Fanni volt a bűntársam a pályamunkák értékelésében, illetve ugye majd Viki fogja szerkeszteni a novellákat, tehát akik a kötetbe kerültek, vele fognak együtt dolgozni. Természetesen a nagymester mindig mindent lát. Na, na és nagyon szaporítsuk itt a szót. Most van az a része a podcastnek, amikor bemutatjuk, hogy ki milyen sört hozott magával. Fanni, te miért hoztál magaddal? Én olyan sört hoztam, ami kávé. Micsoda? Kávét. Igen, és egy szarvus bögrében van, de ezt inkább nem is mondom. Na jó. Ki, ugye kiraknak a podcastból? Ki? Én is kávét hoztam. Te is kávét hoztál? A macskát. Igen. Nem, most komolyan. Áú, igen, meg áldoztam a véremből is, mert a macska megsértődött. Szegény Laci meg Zoli meghallgatja a podcastet, remélem nem fognak eret vágni, hogy micsoda szentséggyalázások történnek itt. Na jó van, térjünk át akkor a pályázatra. Okés? Először is minden résztvevőnek nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltetek minket az írásaitokkal. Ez mindig egy rendkívül izgalmas időszak, amikor érkeznek a pályázatok, és olvassuk őket, ami menet közben aztán néha átalakul, hol pozitív irányt vesz, néha egy kicsit negatív irányba is átfordul, de a végére ez mindig ez egy nagyon érdekes és izgalmas utazás lesz. Hát nem is tudom, hol kezdjük. Talán némi statisztikát, ilyet is mit szoktak mondani ilyenkor, nem? A pályázatra, amíg az a statisztika az összesen két adat lesz, tehát ennyit tudok mondani. Tehát a pályázatra összesen 72 darab novella érkezett, illetve voltak olyan szerzők, akiket személyesen én kértem fel egy-egy novella megírására. Ez a 72 egy rendkívül jó szám, hiszen azért a weird irodalom, a folk horror, meg egyéb zsánerekről nem is beszélünk, mindig nem egy mainstream zsáner itthon, amire én személy szerint nagyon-nagyon örülök, szerintem nagyon jó helyen van ott, ahol van. Ez volt az egyik adat. A másik adat, azt nem tudom, az nem fontos, nem, hogy most hány férfi vagy és hány női szerző volt, mert ezen már túl vagyunk, oké? És meg amúgy se az a lényeg, hogy most férfi vagy nő vagy gyerek, vagy ki írta a novellát, a lényeg, hogy legyen jó. A másik adat pedig, tehát talán ez lesz itt a fontosabb, hogy úgy döntöttünk az olvasás és az elbírálás után, hogy 15 darab szerző novelláját válogattuk be a kötetbe. Felolvassa még, vagy felolvassa valamelyik ötök? Olvast föl te. Igen. Előttem nincs megnyitva. Előttem nincs megnyitva. Jó, akkor felolvasom én, pedig ez jobb lett volna, hogyha valami vidám női hang olvassa fel. Bojtor Iván, Bőb Norbert, Dorojcsák Dániel, Erdei Lilla, Farkas Balázs, Feketei Alfonsz, Nagy László Dávid, Patonai Anikó Ágnes, Pólya Zoltán, Rózsa Gitta, Susuk Melinda, Sütő Fanni, Tóth Palásti Luca és Veres Attila. Ez egy elég tetemes lista. De majd bevágok valamilyen újongás, ilyen fanfáros vagy valamit. Van klasszikus weird, new weird, több is, new weirdből több is van, Lovecrafti kozmikus horror, folk horror, egy Finnországban játszódó folk horrort kaptunk. Soha nem gondoltam volna rá, hogy pályázatra fogunk kapni ilyet. Lenyűgöző. Nagyon imádtam. Aztán van Dázenianus novella, egy kis dark fantasy történet, klasszikus kísértett történet, egy gótikus horror, totálisan sokrétű és pazar kínálat. Hát ami szerint elérte a pályázat a célját, mert így ez a sokszínű kínálat azért méltán reprezentálja a Virtész magazin sokszínűségét. Nos, kedvencek,
Beszéljünk egy kicsit kedvencekről. Jó, név és cím nélkül. Oké? És csak így írjuk körbe, hogy a szerző tudja, de az olvasók nem tudják. Majd megtudják. Ki kezdi? Mondjam én? Jó, akkor Viki kezdi. Jó, hát Vikinek az egyik kedvence az a film folk horror volt, amit beválogattunk, de ez szinte mindegyikünknek szerintem, úgyhogy... Nagyon jó volt. Igen, abszolút az volt az egyik. A másik viszont én kettőt szeretnék mondani, az meg egy ilyen saját felépített kultuszos, egy ilyen napkultuszos történet volt, amiben nagyon-nagyon fantáziadusan volt összerakva ez a napkultusz, napugrók, úgyhogy azt majd nagyon várom, hogy mindenki más is olvassa. Nekem is nagyon tetszett a finn folk horror, de nem erről fogok beszélni, hanem inkább kettő másikról, mert miért ne. Az egyik, az szintén egy kicsit ezt az idegenvezetés narratív elemet hozza, de ez egy kiállításon visz végig minket, és én ezt nagyon eredetinek találtam, mint narratív felépítést. Ilyet még én szerintem nem is láttam, úgyhogy ezt nagyon izgalmasnak találtam. Illetve volt egy másik, ami pedig Svédországban játszódott, úgyhogy nagyon jöttek az ilyen skandináv dolgok, és például nagyon értékeltem benne, hogy ez tényleg érződött, hogy ez Svédországban játszódik, nem csak az volt, hogy amúgy ez egy magyar történet, csak kicseréltük a bútorokat IKEA-ra, hanem úgy Svédországban még sose voltam, de úgy éreztem, mintha ott lennék. És ez egy abszolút pluszpont volt nálam. Én nem mondhatok, Ale. Mert jó, nehogy lefeled már a kamerát. Jó, nyugi. Nem szoktam mondani, mert én mindegyiket, tehát a legelső Black Hitter magazintól fogva az utolsó, mindegyik novellát, amik bekerült, mindegyiket ugyanúgy imádom. De hát most itt, hát ha látnátok, hogy én mit látok, hogy néznek rám a csajok, jó, akkor mondok kettőt. Köszönjük. Két hajós történet. Nagyon szerettem mind a kettőt, a két hajós történetet. Az egyikben hajduk szerepelnek, megemlítődnek. 1500, nem is tudom pontosan, 1500-400-as években visz vissza minket a történet. A másik hajós történet, hát ez pedig egy pazar. Megmondom őszintén, ezzel a szerzővel nagyon nagy elvárásaim voltak. Beváltotta. És azt hiszem, hogy az egész kötetben majd itt lesz talán a legkeményebb jelenet, amikor valakikkel valami történik, valakikkel valamit csinálnak. Már csak kinyögtem. Ez remélem felháborodás nem lesz belőle azért majd, aztán nem kerülünk tiltó listára. Na, jó. Úgyhogy mindegyik nagyon jó volt. Mindegyik nagyon jó volt. Azt azért mondjuk el, nem szerintem, hogy hát ezt elmondom, nem biztos, lehet, hogy rákoppintalak majd a fejemre ez miatt, de azért ezt el kell mondanom, hogy a Black Hitter magazinnak a szerkesztésénél mindig az volt a direktíva, hogy minden, ami jó, bekerült. Nem volt terjedelmi korlát, éppen ezért volt 100 oldalas magazin is, volt 160 oldalas magazin is. Azonban most itt a kiadás ugye más keretek között zajlik, ugye az Agave kiadó által, és itt azért van elég szoros korlátok között kellett nekünk dolgoznunk, van egy maximális terjedelem, amiben dolgozhatunk. Ezt is túlléptük úgy különben, mert így döntöttünk, de tehát ezen mondom, lehet, hogy nem, talán nem koppintanak a fejemre. Sok jó novella volt Isten igazából, és a végén nehéz döntéseket kellett meghoznunk. És olyan novellák maradtak le, amik egy Black Hitter magazinba befértek volna, mert kitoltam volna annyira az oldalszámot. Itt nem volt erre lehetőségünk, úgyhogy... Nem tudok mondani arra, hogy egy második fordulót, vagy valami hasonló ilyesmi történne esetleg. Nem hiszem, hogy erre lesz lehetőség. Nagyon jó anyagok érkeztek, nagyon erős pályázati anyagok. Nagyon jó volt, nagyon jó lett a végeredve. Én maximálisan meg vagyok elégedve mindennel a pályázattal kapcsolatban. Hát, mondjuk majdnem mindennel. Akkor, micsoda kis átvezetés volt ez, mi? ha ezt most ezt jó, szépen kivágtam magam. Na, most így akkor így elmondtuk így a jó dolgokat, a jó részeit itt a történetnek. Szeretnénk egy kicsit kitérni a pályázat értékelésére, és itt egy ilyen kis vasárnapi fekete levest merünk a tányérba, és pár olyan dologra mindenképpen szeretnénk kitérni, ami problémás volt, esetleg visszatérő hiba a művekben, esetleg a pályázati anyagok leadásánál, és hasonlóknál. Tudom, tisztában vagyok vele, hogy mi... Több kritériumot állítunk, és több feladatot adunk a
a szerzőknek, amikor el kell adni egy pályázatot. Tehát ez a több feladat, ez maximum 10 percet jelent egy pályázat leadásánál, de lehet, hogy inkább 5-5 vagy 6-ot. Páran az a kampányolnak, hogy ez mekkora fasság a részünkről. Ez működik, nem ez volt az első ilyen pályázat, ez évek óta működik, a szerzők megszokták, és nincs ebből probléma. Másokkal meg lesz arról, nem foglalkozok senkivel. Azonban mégis kezdeném itt egy központi problémával, ami visszatérő probléma volt itt a pályázati anyagoknál. Tehát a weird, a horror, a folk horror, ezek mind olyan zsánerek, amelyek kiszakítanak a komfortzónádból. Ezt nem én mondtam, nem én találtam ki, ezt nálam okosabb emberek fogalmazták meg így. És ezek a zsánerek pont ezzel érik el azt a megrendítő hatást, ami által, amitől maradandó élmény tud lenni egy-egy mű. Szerzőként ahhoz, hogy olyat tudjon írni az ember, ami kitaszítja, kiszakítja az olvasót a komfortzónájából, a szerzőnek is ki kell onnét lépnie. Ki kell lépnie a saját komfortzónájából, meg kell értenie, meg kell tapasztalnia, hogy hova löki az írásával az olvasót. Nem véletlenül volt kikötés, hogy nem játszódhat a történet az USA-ban, illetve a Magyarországon. Ez egy nagyon nüansznyi kis dolog volt ebbe az egészbe, azonban ez már azt szolgálta a szerzők felé, hogy szakadjanak ki a saját kis burkukból, próbáljanak széles spektrumban nézni a lehetőségeiket. És ezzel komoly problémák voltak. Igen. Hát ugye az volt az érdekesség így a beküldött anyagok között, hogy én megszámoltam utólag, hogy a leggyakoribb választott helyszínek azok annyira azért nem mentek így messze a komforttól, tehát így, hogy Amerika kigolyózódott, gyakorlatilag a második leggyakrabban választott helyszín az így Anglia lett, mert akkor maradjunk angol nyelvterületen, illetve őt egyetlen egy novellányival előzte meg egyébként Németország per Ausztria, és akkor ugye ez a másik, ami akkor német nyelvterületre megyünk, szintén a szomszédba. Úgyhogy ők vitték teljesen a pálmát. Ezek után jöttek a franciák, illetve az olaszok 3-3 novellával, és az összes többi az ilyen 1-2 novella szerepelt itt-ott. Skandinávok voltak még nagyon erősek harmadik helyen, azok közül volt összesen 5 novella. Tehát, hogy gyakorlatilag a németek, Anglia és skandináv országok, így ők voltak a vezetők. Ami külön érdekes volt, hogy még ezeken belül is gyakorlatilag olyan, hogy magyar szereplő kirándulni kimegy külföldre, határon túli magyar szereplővel dolgozunk, illetve migráns magyar szereplőről írunk. Összesen 12-13 novellában szerepelt a beküldött 72-ből. Igen, tehát, hogy gyakorlatilag nem nagyon mentünk így messze, hanem egy kicsit azért benne volt így, úgy a határfeszegetés, hogy a mi határainkat és a pályázat határait feszegetjük a helyet, hogy a saját határainkat feszegetnénk, úgyhogy mi annyira nem ezt várjuk majd így a jövőben. Pontosan. Hanem, hogy egy kicsit a saját határaitokat feszegessétek az írásban, és egyébként tényleg annyira izgalmas helyszíneket lehetett találni, tehát volt, kaptunk azoknak, nagyon örültünk, kongói novellát, kaptunk ceyloni novellát, kaptunk tényleg a sarkvidéken játszódó novellát, Egyiptomból, vulkanikus szigetről, Litvániából, szóval, hogy voltak egyébként nagyon izgalmas helyek, ahova lehetett ezeket tenni. Volt egy csomó tök izgalmas olyan folklórelem, amiket be lehetett építeni, volt bálnavadászatról szóló, már úgy, hogy helyel közel szerepelt benne, volt kitalált, illetve nem kitalált vallásnak, vagy kultusznak, vagy bármilyen tényleg létező hagyománynak így a belevitele, és ezek nagyon jók voltak, de hogy a többség az még mindig nem igazán mozdult el így a komfortból. Igen, és ezzel egyébként én is egyetértenék, szóval, hogy és nem adom azt, hogy mi nem szeretjük az amerikaiakat, meg a magyarokat, tehát nem ezért volt ez benne a... Mi mindenkit szeretünk, tudjátok. Nem, én senkit nem szeretek, csak a feleségemet. Igen, de szóval az lényeg, hogy ez egy nagyon egalitáriánus dolog, hanem hogy szeretünk volna inspirálni titeket, hogy tényleg csináljatok valami olyasmit, amit még nem, és azt gondolom, hogy mindig olyan pályázatokat írtunk ki, aminek az volt a lényege, hogy segítsünk az írásban, az írás technikában kibontakozni. Ez egy biztonságos hely, ahol kipróbálhatsz új dolgokat. De ha te nem akarsz kipróbálni új dolgokat, hát akkor magadra vessél. Az igazság, tehát én ezt elismerem, hogy Magyarországon bármennyit is tettünk érte az elmúlt években, azért a weird irodalom még mindig egy fekete ló, egy sötét folt, tehát én ezt megértem. A folk horrorról is beszéljünk. Aztán mégis ott volt a legnagyobb meglepetés, tényleg őrült nagy meglepetés volt. Azonban, tehát ha valamit írsz, akkor mindenképpen utána kell nézned, hogy mit írsz, hol tájékozódsz. Azért most már vannak bőségesen források. És azt tudomásul kell venni, hogy a weird irodalom is egy rendkívül színes, sokrétű, fantasztikumi zsáner, ami világjáró történetek tömkelegét adta nekünk az elmúlt 100
évben körülbelül egzotikusabbnál egzotikusabb helyekkel és szereplőkkel. Most pedig a novellák nagy részében bekuporodtunk a keserű kis Magyarországunkra a megkeseredett érzéseinkkel. És ebben a kis burokban próbáljuk kihozni a virdet abból, ami inkább a depresszió felé forduló, hát az életről lehozó történet ötletek és hangulatok. Mindenképpen érdemes tájékozódni, hogyha bármilyen pályázatról is, most nem csak a miénkről van szó, de ezt mindig mondom, hogy hova ír az ember, hogy mit ír az ember. Tehát ha valaki kiírt egy weird novella pályázatot, vagy mondjuk most ugye nálunk széles volt a paletta, mert a Weird Tales magazin volt az irányadó, és ennek megfelelően tényleg sokrétű is lett a felhozatal. De ebben is voltak azért azok, amik tehát egyértelműen érezhetően, hogy nem ide tartoznak, sőt, megkockázatom, nem is ide készültek, nem is erre a pályázatra érezhető volt jó pár olyan anyagon, hogy felületesen el lett a pályázati kiírás, aztán hát van egy novellám, előveszem a fiókból, sok ide beírom, vagy beküldöm. Átírok benne három mondatot, kicserélek két fejezetet, vagy talán inkább csak bekezdést, és ez biztos, hogy jó lesz. Tehát ennek a pályázatnak volt egy témája. Nagyon sok helyen ez nyomokban sem található meg, még átvitt értelemben, még szimbolikusan se. De egyébként nekem a sima magyar szereplőkkel nem lett volna gondom olyan szempontból, hogy például, ha annak van jelentősége, ahogy itt említetted, hogy kivándorló magyar, például a kivándorlásban, vagy egy idegen országba való érkezésben van egy horror, amit ki lehetne aknázni. Tehát, hogy mondjuk megérkezel az új országba, és ez az összes ilyen folk horrornak egyébként az alapja, hogy megérkezel egy közösségbe, és minden, amit csinálnak, az fura. És hogy ez akár fura lehet, Svédországban is vannak fura dolgok, tehát nem azt mondom, hogy menjél az afrikai törzshöz, és hogyha mondjuk egy magyar kivándorló ezt érzékeli, akkor annak lehetett volna külön jelentősége, vagy ezt be lehetett volna építeni, de csak azért, hogy most András legyen meg Béla, az inkább lustaságnak érződik, mint egy szándéknak. Igen, meg igazából ugye itt az, hogy különleges helyszín, meg hogy ne így a komfortunkban legyen, ez így a hangulatépítés szempontjából lehetett volna nagyon erősen kihasználni, pontosan. Hogyha vannak olyan leírások, úgy van bemutatva tényleg ez az idegen kultúra, hogy ez mennyire idegen ugye a karaktertől, és akkor ennek így meg lehet ugye fogni a félelmetes részét, az ilyen elképesztő részét, azt, ami ilyen egyszerre gyönyörű, de egyszerre borzalmas és visszataszító, de valahogy mégis így vonzó, mert hogy amúgy még ilyet életünkben nem láttunk, ugye mi ezt kerestük eredetileg. Pontosan. És hogy ilyesmit ott könnyű találni, amit nem ismerünk. Tehát, hogy az, amikor kimegyünk tényleg a szomszédba, ahol minden gyakorlatilag majd, hogy ugyanolyan, mint itthon, ott ez nagyon nehéz megtalálni ezeket a rögöket, és hogy így ebbe kellene energiát fektetni. Úgyhogy egyébként az egyik ilyen visszatérő probléma az a hangulatépítés volt, és voltak konkrétan olyan novellák, amiről én meg se tudom mondani, hogy hol játszódnak. Tehát, hogy se karakternévből, se szinopszisból, se magából a történetből, egyszerűen nem derül ki, hogy hol vagyok térben és időben. És hogy így nagyon oda kell figyelni szerintem, pláne akkor tényleg, hogyha ilyen zsánerben ír az ember, hogy azért leírások, atmoszféra teremtés, hogy ezek így legyenek, mert hogy ezek a fő erői, vagy hát erősségei így ezeknek a történeteknek. Ja, én nagyon, nagyon régóta várom arra, hogy valaki már jelentkezzen valamit. Tehát tényleg egzotikus helyekkel. Tehát például egy eszidi ördögimádó ról szóló, hogy azok a kapcsolatos novellát, tehát én nagyon-nagyon régóta várok erre. Senki nem mer hozzányúlni, pedig azért most már 2023-ban, hát kevés olyan információ van, amit nem nagyon lehet megtalálni. És nagyon jó, hogy említetted a szinopszist. Ez egy visszatérő, igen, ez egy másik visszatérő probléma. Azt már elértük ennyi év alatt, hogy mindenki ad egy szinopszis, vagy egy, de inkább mondjuk úgy, hogy egy szinopszisnak nevezett fájt a pályázatban. Ugye szinopszis, és nem szinapszis, ez már régi és szarvisz, tehát ez már basszatú nem érvényes. Mindig adunk egy forrást hozzá, hogy mit kell leírni a szinopszisban, hogy mi a szinopszisnak a lényege. És akkor, amikor ez nem valósul meg, és akkor nem törik meg, akkor nem tudok másra gondolni, mint a felületességre, és a nem törődömségre. De nem véletlenül írjuk, hogy minden pályázatnál ott van, bárki, aki akar, kérdezzen. Előtte, utána, nyugodtan lehet, mindenre válaszolunk, ha tudunk, és ahogy időnk engedi. Amatőr pályázatról beszélünk, mert még mindig amatőr pályázatról beszélünk.
Az a feladat, hogy együtt fejlődjünk. A Black Eater 7 éve arról szólt, hogy fejlődik. Ugye nulláról elértünk oda, hogy most majd az Agave fogja kiadni ezt az antológiát. De ez csak kommunikációval lehet. És hogyha az ember nem tudja, hogy mi az, hogy szinopszis, akkor azt megkérdezi, hogy mi a szinopszis, és minek kell lennie ebben a szinopszisban. Úgyhogy a Discord szerverünkön volt, aki ezt megkérdezte, nagyon helyesen. És ezt teljes rohadt módon tudtam ezt értékelni. Tehát még mindig vannak fülszövegek és hasonlók szinopszisként elnevezve. És amúgy a szinopszisnál, hogyha így nem tudom, felmerül, hogy ez nem csak azért kell, hogy akkor egyrészt ugye jó plusz egy valami, amit majd mi kipipálunk, hogyha ezt is jól csináljátok, akkor persze elbíráljuk a pályázatot, de hogy alapvetően ennek célja van, hogy el kell küldenetek a szinopszist, mert egyrészt, hogyha elolvasunk tényleg 70 plusz novellát, hogy más pályázatokon akár több százat, nem lehet észben tartani azt, hogy melyik pontosan miről szól, és néha elég ugye megnyitni csak a szinopszis fájlt, és akkor látjuk, hogy melyik volt ez a történet. Én szerintem a kiejtett novelláknak legalább a felénél az teljesen egyértelműen felismerhető, hogy a novella és a szinopszis nincs szinkronban. Igen. Más van a szinopszisban, és más van a novellában. Ez leginkább úgy mutatkozik, hogy ami a szinopszisban szerepel, ami az elképzelés volt a szerzőnek, az nem valósul meg a novellában. Bármelyiket is írod meg. Mert ugye a szinopszis nem csak utólag lehet megírni a novella elkészülte után, hogy akkor most a hülyék ezt kérik, akkor faszon megírom nekik, aztán akkor beküldöm, legyenek boldogak. A szinopszis egy nagyon jó mankó, amit lehet használni az írás során is. Tudom, hogy ez nem mindenkinek működik, ez egyfajta technika, aki ezt használja, azt ezt használja, de érezhető, hogy nincsen szinkronban, más az elképzelés és más a megvalósítás. És rendszerint úgy különben a szinopszis jobb, mint a megvalósított novella. Nagyon sokszor belekerül egy csomó olyan ötlet, ami később így annyira titkosítva van a novellában, hogy nem derül ki egyszerűen, vagy csak tényleg egy kósza mondat volt az egész, és így nincsen benne. Meg van, hogy kapunk gyakorlatilag szinopszis címen műelemzést, amiben így minden le van írva, hogy mi volt a forrás, meg az ihlető, meg a bármi, de hogy gyakorlatilag ebből ugye nyilván semmi nincsen benne az elkészült novellában, szóval hogy ezzel megint nem nagyon tudunk ilyenkor mit kezdeni, mert nem a szinopszist bíráljuk el. Szóval fontos, de hogy egyébként ami abban benne van, annak bele kell kerülnie majd a novellába is. Igen, a szinopszis nem arra van, hogy megmagyarázd az írásodat, a novelládat, hanem hogy elmesélt, hogy mi van abban. Hogy mi lássuk, hogy mi az eleje, mi a közepe és mi a vége. Nem kell megmagyarázni. Meg kell értenünk a novellából azt, amit te le akartál írni. Hogyha nem, akkor ugye ott valami baj van, és nyilván nem velünk, mert velünk nem lehet baj. Ennyi. Egyébként ugye az is nagyon szembeötlő, hogy vannak visszatérő témák, amik igazából szintén így a komfortnak a kellős közepében vannak, mert ugye mindenkinek ezek jutnak elsőnek az eszébe, úgyhogy most is volt egy pár ilyen, ami tényleg nagyon szembetűnően gyakran fordult elő. Az egyik ilyen az például, nem tudom, hogy nektek majd így mi lesz, de a titkos fekete napló, amit megtalálok valahol, idegen nyelven van írva, és így ezzel kezdődik a történet. Tényleg amúgy az a baj vele, hogy nem is csak az, amikor témája meg haszna van a sztoriban, hanem amikor ez csak így egy ilyen, legyen benne valami, ami érdekes, és hogy gyakorlatilag olvasott szöveg maga a sztori, és nem igazán történik benne semmi, csak valaki végigolvas valamit, szóval hogy ez így nagyon passzív. Több novellában is előjött ez a megerőszakolás téma, vagy fugaszex, vagy ilyesmi, és szóval, hogy ne. Tehát, hogy ez is ugyanolyan dolog, amiben lehet jelentést tenni, tehát, hogy régen egy csomó horror sztori, meg az, hogy a másik, meg a házasság, meg a szex, ez lehet egy ijesztő dolog, hogyha jól van megírva, de csak azért, hogy most leírjuk, hogy szerencsétlen nőt megerőszakolják nagyon fura módon, ormányokkal, agancsokkal, mindennel, mindenhol, attól az csak olyan kínosan érzem magam, hogy ezt most miért kell. Tehát, hogy csak a szex, meg csak a fölösleges vérontás is ilyen, hogy és akkor most kifolyta bele, és fröcsögött a vér. Nem. Tehát, hogy ezeket ugyanúgy, mint a kivándorló magyar, meg lehet úgy írni, hogy ebben van egy alapból egy rettenet, egy félelem. Csomó népmesében is ugye benne van ez, tehát, hogy ez egy tök jó téma lenne, csak ne olcsósítsuk el. Tudnék egy példát mondani, annak idején volt a TBA-nak egy horror pályázata, ami sajnos nem valósult meg. Akkor nagyon sok novella érkezett a családon belüli erőszakról. Tipizált volt, hogy apa hazamegy a munkából, részeg, leül, megnézi a foci meccset, közben berúg, itt odabassza a tányért a falhoz, mert nem tetszik neki a vacsora, és hasonló.
aztán reggelre már nem kell fel, mert anyu belevágta a kést a hátába. Egy ilyen, egy ennyire, ennyire borzasztó és egy egész életet tönkretevő témát ilyen profán, egyszerű, leegyszerűsített módon valósítottak meg emberek. És ez most csak egy példa volt, és úgy akarom visszakanyarodni arra, amit Vikit mondott erre visszatérő, tehát itt is voltak hasonló megoldások, és nem csak családon belül erőszakra, hanem másnál is. Amikor felmerült valami borzalom, valami rettenet, vagy valami iszonyat, ami mondjuk egy fordulópont volt a történetben, ami mondjuk meghatározta volna a cselekményt, vagy a hangulatot, akkor azt a szerzők nagyon sok helyen, csak egy ilyen eseményként, ahogy a Fanny is mondta, hogy odarakták, hogy oké, ez kell, hogy legyen benne, de annak a következményével, a folyamatával, az, hogy az honnét indult, mi történt, és az hova vezetett, és a szereplők részével, és mit tett ez velük, ez mind elmaradt. Tehát amikor van egy olyan esemény, akár természetfeletti, vagy akár egy valós életben is előfordulható borzalom, vagy rettenetes cselekmény, vagy esemény, ami megtörténik, annak mindenképpen van hatása az emberre, van hatása a szereplőre. És egy természetfeletti lény felbukkanása, vagy egy természetfeletti esemény felbukkanása, megtörténése, egy erőszak, egy gyilkosság, egy rabló támadás, ez nyomot hagy az emberben. De egyébként az is nagyon tett másabban, hogy akkor, hogyha valaki úgy írja meg, hogy ezt így átadja érzésre, tehát úgy, hogy borzalmat kelt, meg hogy egyáltalán félelmet, rettenetet, tényleg elborzadást kelt, akkor az nem egy olyan dolog, mint ahogy mondjuk megnézünk egy slasher horrort, és akkor folyik a vér, és akkor mindenki így nézi, hogy jó, undorító, és így kész, hanem hogy tényleg így belegondolni, hogy ez az egész így az emberekre azért így érzelmileg is tényleg hat, meg hogy tönkre tud tenni tényleg életeket. Úgyhogy igen, ezek ilyen nagyon kényelmes gyakorlatilag csak úgy kicsapni az ablakba, és akkor így azt mondani, hogy tessék, ott a borzalom, de hogy nem akarunk azért igazán belemenni. Ez viszont már ugye így azt jelenti, hogy nem hagyjuk el a komfortzónánkat, hanem csak így a felszínen ott úszkálunk és lubickolunk az ilyen díszletek között, de hogy amúgy így nem ez a lényeg. És igen, tehát hogy visszatérő elemek azok így vannak, lehet, hogy így fogalmaztam rosszul, tehát hogy ez a fóliás, a napló, a könyv, meg nem tudom, ezek ilyen visszatérő elemek, de hogy ezt így hogy dolgozzuk föl, meg hogy hogyan nyúlunk hozzá, abból voltak nagyon unalmas megoldások, amiket 8 milliószor olvastunk, van egy ilyen szöveg, és akkor abból így puff, kiderül az egész, nem tudom, valakinek az összes élete, meg az összes ismerősének az összes mindene, és akkor így ennyi volt a történet. De hogy nincs igazán történet a történetben, nincs igazán újdonság a szövegben, hanem egy ilyen nagyon száraz maradt sokszor az, amit oda leírnak, mert hogy attól lesz tudományos. Én hát csatlakoznék rá, amit mondtál itt a filmekről, ami szerintem egy nagyon jó dolog, és szintén egy visszatérő probléma, hogy néha az érzésem, hogy azok, akik írták a novellát, azok inkább horrorfilmek által inspirálódtak, irodalom által, és nincs semmi baj a horrorfilmekkel, én is szeretem őket, de ez két másik dolog. Ami filmen működik, hogy ott a vér, az leírva csak oké, ott a vér, tehát hogy más eszközöket kell használni, mint egy filmnél, mert nem tudod, még nem jutottunk el oda, hogy belevetíted a kis agyadban levő filmet az olvasó agyába. Majd eljutunk oda, akkor majd erről újra beszélgetünk. Én szerintem nagy probléma volt a történetekben, a beérkező novelekben a hangulat. Tehát egészen egyszerűen rá kell csatlakozni egy olyan hangulatra, egy megadott hangulat mentén kell felépíteni a történetet, és azt kell végigvinni, hogy a novellád, egy weird novellád, egy folk horrorod, egy gótikus történetet működni tudjon. Tehát, hogyha ugrálsz a hangulatok között, a kedvencem a viccelődés, ha ugrálsz a hangulatok között, akkor az agyon csapja, hogyha nincs egy vezérfonalad, amiben az olvasó rá tud csatlakozni, amiben el tud mélyülni, ami meg tudja őt fogni, meg tudja markolni, hogy akkor figyelj, ez lesz, ez most, hogyha elolvasod, végigolvasod, akkor ez lesz, akkor cseszheted az egészet. Tehát nincs egy alapvető hangulata, ami az egész mindenre kihat az egész történetedre, a történetednek mindenek az elemére kihat, akkor cseszheted meg, nem fog tudni működni. Ha nincs meg az a virt hangulat, az legyen akár egy nyomasztó, legyen egy furcsa, legyen egy megdöbbentő, egy meghökkentő hangulat, akkor nem tud működni a novellát. Nagyon-nagyon fontos elem a virt novellákban a hangulat. A hangulat mindenek felett áll, sokkal fontosabb, mint a cselekmény. És ez egy örök igazság. Szóval arra is vigyázzunk, hogy ne menjen el a dolog ilyen romantikus. Én szeretem a romantikát, én szeretem a ilyet, tehát hogyha ez tőlem jön, akkor ez nagy dolog, tehát hogy ez nem egy
JA pályázat, itt nem arról kell írni, hogy belenéztünk Juliska szép szemébe, és akkor beleszerettünk. Ha csak aztán ki nem derül, hogy nem tudom, Juliska valami mérhetetlen vén volt, és aztán megesztéged reggelire. Juliska szemével férgek tekergőztek. Tehát, hogy és megint én szeretem a szépséget, de hogy ez itt nem erről szól. Tehát, hogyha valami túl szép, és túl nyugodt, és túl cuki, abból nehéz. Biztos, hogy ha nagyon jól írsz, tudja, hogy meg tudod csinálni, akkor szeretném ezt látni a következő pályázaton, de úgy amúgy földi halandóknak a szép, romantikus és kedves, az nem fog működni. Egyszer mindenkor a tudomásuk kellene most már venni, tehát azért most már eltelt pár év azóta, amióta a virdirodalom Magyarországon is azért kezdi megtalálni magát, de aztán nem találja, mert még mindig csak keresi, még mindig azt mondom. De tudomásuk kell venni, hogy a virdirodalom a furcsát jelenti, és nem a többit. A vird az nem az a zsáner, ahova azt rakod be, amit máshova nem tudsz bezsúfolni. Nagyon sok novellán lehet érezni ezt is. Nem csak a pályázaton, hanem egyéb helyeken is, hogy azt mondom rá, hogy weird, mert nem tudom azt mondani rá, hogy sci-fi, vagy fantasy, vagy horror, vagy young adult, nem tudom azt mondani, hogy ez legyen weird. Nem, az weird, ez nem így működik. Se a folk horror nem így működik. A folk horrornak is kimondott vagy kimondatlan szabályai megvannak, a folk horrornak is. De a weird irodalomnak is. A weird irodalom a furcsát jelenti, nem a többit. Ezt tudomásul kell venni. Hát nekem még technikai dolgok lennének, amikről szeretnék egy kicsit beszélgetni veletek, amivel így még szintén nagyon lehet csapni novellákat, csak így a jövőre való okulás céljából, majd nagyon ilyen visszatérő, hát hibák vagy olyasmik, ami úgy ledobott a történet miatta, és akkor, hogyha esetleg így megszívlelitek, akkor kevésbé fog a jövőben. Az egyik ilyen az az, hogy rendszeresen kapunk olyan novellákat, amikor szinte csak párbeszédből áll az egész. Tehát, hogy nincsen benne leírás, nincsen benne cselekmény, nincsen benne semmi, hanem beszélget két karakter, és abból derülnek ki dolgok. Az esetek 70-80%-ában érezni, hogy azért van párbeszéd a novellában, mert a novellában kell, hogy legyen párbeszéd. Pedig rohadtul nem kell, hogy legyen egy párbeszéd egy novellában, hogyha az nem való oda, hogyha az nem kell. Nem kell. És ráadásul ugye párbeszédet, jó párbeszédet írni, rohadtul nem egyszerű dolog. És amikor csak erőlteti a szerző, és a hello, szia, helyzet, semmi, nálad, semmi, és ez megy egy oldalon keresztül, hát az embernek égnek áll a haja, mint szerkesztőként, meg hát mint olvasóként nyilvánvalóan. Nem kell erőltetni a párbeszédet, ha nem megy. És hogyha nem oda való. Ez valahogy egy berögzült dolog itt a szerzőknél úgy különben, és szerintem ez egy nagyon rossz berögződés. És sokszor a párbeszéd, tehát egy való életi párbeszédnek a lényeg az információcsere, vagy az érzések megosztása. Ha most azt mondom, hogy ne olyan dolgokról beszélgessenek a szereplők, amiket mindketten tudnak. Tehát, hogy jé, Józsi, képzeld, most fölveszünk egy podcast adást, és a Viki is itt van. Ó! Jaj, de jó! A második podcastje az életében. Igen. Tehát, hogy ez annyira látszik, hogy ezt most csak azért mondtam, mert az olvasónak tudnia kell valamit. Tehát nyilván ez egy eszköz, de okosan kell használni. Tehát ugye erre figyeljetek oda. Igen. A másik ilyen, ez meg tényleg ez az elpoénkodás, ami nagyon sokszor van, hogy ugye párbeszédben jönnek leginkább a poénok, mert hogy ezt nehéz belerakni ugye így a narratívába, de hogy nem illik ide, és hogy akkor, amikor vannak olyan easter egg-ek így elrejtve egyik másik novellában, ami ugye így próbál tisztelegni, azért mondom, hogy próbál, mert van, aki tényleg tiszteleg így a nagyok előtt, de hogy van, aki ilyen kocsmát nevezünk el róla, random jelszó a nem tudom, Word dokumentumhoz, és hogy igazából így nem itt van ezeknek a helye, és hogy ilyenkor olyan teljesen elveszi egyrészt így a tiszteletet is, amit gyakorlatilag megpróbáltuk adni vele, a másik meg, hogy ilyen gagyivá teszi az egészet, szóval, hogy ezek így ilyen nagyon buták tudnak lenni. És a poénok azok meg olyanok, hogy gyakorlatilag, hogyha agyon akarjátok csapni a hangulatot, ugye a hangulat oldására tök jó a poén, de hogy mi nem akarjuk oldani a hangulatot, csak mélyíteni, szóval. Pontosan. Így inkább a fokozás lenne az, amit így érdemes lenne keresni. Így van. Egy nagyon egyszerű történet ez a hangulatnak az építése. Egy folyamatosan emelkedő, vagy pontosabban, hogyha úgy nézzük, akkor pontosabban egy süllyedő hangulatot kell építeni a történetbe, egyre fokozódó eszközökkel és hangulati elemekkel. Most, hogyha ezt megtöröd egy beszólásokkal, hülye viccekkel, vagy oda nem élő poénokkal, akkor kezdheted építeni az egészet előről. És ennek a legborzasztóbb verziója az, amikor ezt egy olyan
esemény közepére rakja be a szerző, amikor éppen az jönne a következő mondatban, mondjuk egy katarzis, vagy egy valami rettentő dolognak kell felbukkannia, vagy fog felbukkanni, és előtte azért két-három mondattal azért benyom valami viccet. Vagy hát mondjuk a alliterációt, tehát azok meg a kedvenceim, bazd meg. Én azokat szeretem. Nagyon jó. Na mindegy. Igen. De hogy egyébként ugye ezek a novellák rövidek, tehát akkor, hogyha mondjuk valaki ezt így regényben csinálja, akkor ott így jobban elfér, mert hogy folyamatosan fenntartani se lehet ezt az egészet, hogy így mélyen vagy, de hát egy novellányi időt ezt azért így ki lehet bírni. Szerintem elég sok jó novella érkezett. Én bevallom, én az a perverz olvasó vagyok, aki szereti a nagyon-nagyon rossz novellákat, tehát amik szórakoztatóan rosszak. De ez nem egy felhívás, ne küldjetek ilyet, de ezek az ilyen gyöngyszemek, amik utána velem maradnak és kísértenek évekig. Viszont ilyenből nem volt olyan sok, és sok olyan volt, amit azt mondtam, hogy ez nem rossz, csak még nem elég jó. És én emlékeim szerint régen több volt a nagyon nem jó, igen, pontosan, mondjuk ki nagyon pontosan. Rossz. Tehát, hogy én egy minőségi szint emelkedést látok, és ez egy jó dolog. Van egy felfelé emelkedő íve annak, hogy hány darab minőségű, jó minőségű, értékelhető, vagy jól szerkeszthető novella érkezik be, és a nagyon trashnek, mert azért tényleg van ilyen is, mondjuk ki, az egyre kevesebb. Igen, meg az is nagyon látszik egyébként, hogy akiket azt mondjuk, hogy jó, hát ők most még nincsenek azon a szinten, hogy szerkesztve is bele tudnának kerülni, azért nagyon sok nagyon-nagyon friss ötlet volt így a nem beválogatottak között, tehát hogy gyakorlatilag azok, akik így kiestek a rostán, mert ezt nem tudom másképp mondani, közülük is volt azért egy csomó olyan, akiket konkrétan, amikor azt mondtuk, hogy jó, nem kerülhet be, azért így vérzett a szívem, hogy a magja így az egésznek az annyira jó, csak most még nem tartott ugye ott a szerzői. Tanárnéniként tényleg azt tenném így hozzá, hogy bíztatás, tehát hogy nagyon sokan vannak sajnos mostanság azok, akik megjelenni szeretnének, vagy a hírnevet, a szeretetet, a pénzt, a csillogást, ami Magyarországon az írói léttel jár. Megsugom, hogy nem. De szóval, hogy ha tényleg valaki olyan vagy, aki szeretne írni azért, mert téged az írás érdekel, mert neked a történetek fontosak, akkor lehet belőled valaki. Nem feltétlenül leszel te az új Veres Attila, de hogy fejlődhetsz, és szerintem ez önmagában tök fontos. És hogy ezeknek az embereknek szeretném üzenni, hogy ne adjátok fel, ne legyen az, hogy hát ezek itt hárman nagyon gonoszok, és különben is csúnya a hajuk, blablabla, bla, hanem hogy... csúnya a hajuk. Nem is látják a hajunkat. Ezt magamra mondtam, de na, tehát, hogy mindegy. Tehát, hogy ne... Tudom, hogy rossz érzés, hogyha én is pályáztam, és nem kerültem be, van egy ilyen negativitás, de nem ezt kell továbbvinni, hanem azt, hogy oké, akkor tök jó volt, csináltam valamit, hogyan tudnék tovább fejlődni, és én nagyon szeretem azokat az írókat, vagy a tanítványokat is, akik lehet, hogy nem szuper jók, nem a sztárdiákok, de látszik rajtuk, hogy akarják, és hogy itt iszonyatosan nagy fejlődést lehet elérni. A lényeg mindig a fejlődés, az előre való törekvés. Mivel te törődsz a saját munkáddal, a saját írásoddal, törekszel arra, hogy egyre jobb legyél, ezért mi is több energiát fektetünk abba, hogy a te írásod megjelenhessen. Nos, ennyi volt akkor már a Kocka Éter protopályázatos különkiadása. Köszönjük, hogy velünk voltatok és meghallgattatok minket. Még egyszer köszönjük szépen a pályázaton résztvevőknek, hogy megtiszteltek minket a novelláikkal. Azoknak pedig, akik bekerülnek a kötetbe, korhat fára emlékeztető szívem, legsötétebb bugyrából feltörő, igaz örömmel és boldogsággal gratulálok. Nem tudom, ezt valahogy nem így terveztem, de szóval mindenkinek gratulálunk. Sziasztok! Sziasztok!